A kiállításon Takácsné Lőkös Éva intézményegységvezető köszöntötte a lakókat, megjelent vendégeket, illetve István Zsoltot, a KSZSK igazgatóját, Szabóné Zsuponyó Ágnes igazgatóhelyettest és Karikás Lajosnét, az intézmény korábbi stratégiai igazgatóhelyettesét. A köszöntőket versek követték, majd ezek után megzenésített versek következtek Bartalis Levente zenész közreműködésével. Cövekné Kókai Zsanett, a központ mentálhigiénés munkatársa, a művész életútjáról mesélt. Kitért a múlt motivációira, illetve beszélt a karrierjének legmeghatározóbb eseményeiről, munkásságáról. Az intézmény igazgatója István Zsolt elmondta, hogy az egyes számú otthon életében ez a kiállítás egy rendkívüli esemény, hiszen ekkora volumenű tálat még sosem volt megtekinthető ezen falak között. Szinte biztos benne, hogy ezek a rendkívül színes, az ember figyelmét rögtön megragadó művek mindenkire gondolatfakasztóan hatnak majd. Az egyes otthon életében ez egy rendkívüli esemény, hiszen nem emlékszem, hogy lett volna ekkora volumenű kiállítás ebben az intézményegységben, ahol nem csak magában a galériában, hanem a ebédlőben, illetve a folyosók egyéb részein is csodálatos festmények lehetnek kiállítva. Gabriella, jó voltál, nagyon szépen köszönök neki. A képek minden emberből más érzelmeket, gondolatokat váltanak ki. Például van, akinek a családja és a közeli hozzátartozói jutnak eszébe, de van, akinek az élet különböző kellemes eseményei villannak be, ha megáll megcsodálni egy-egy művet.